A Miskolci Termelői Napon vagyunk, az avasi borangolás program keretében. Egy olyan standhoz érkeztem, ahol egy szórólapot kaptam a kezemben, amin az áll, hogy az életerő titkos itala. Mi ez tulajdonképpen? Kérnék szépen egy rövid bemutatkozást. Én Szép Józsefné vagyok, Máiba lakom, 5,5 éve foglalkozom a búzafőlével. Először a férjem betegségére kezdtünk keresni valamilyen természetes gyógymódot, és így jutottunk el a búzafülé kapszulához. De ugye nem tudom, ezt lehet-e mondani, de én inkább híve vagyok a természetes dolgoknak, és ezért rátaláltam a búzafűre. Ez egy tönköly búza, ez egy 2000 éves múltra tekint vissza, mai napig nincs ellensége, tehát ezt nem kell permetezni, nyugodtan lehet nevezni biónak. Hívják csodalének, hívják zöldvérnek, Envigmondnak hívják a kutatóhölgyet, aki 25 évig kutatta a búzafüllének a titkát, és ő nevezte el gyakorlatilag zöldvérnek, mert ugyanolyan összetétele van, mint a mi vérünknek, csak ez zöld szín, ugye a mi vérünk meg piros szín. Az immunrendszert erősíti elsősorban, a másik a nagyon nagy erőssége a B17-es vitamin, ami bizonyítottan öli a rákos sejteket, vagy legalábbis késlelteti a kialakulását. Arról kérdezhetem, hogy a férjének milyen panasza vagy milyen betegsége volt, és neki hogyan segített? Prosztata gyulladása volt állandó jelleggel, nagyon rossz volt a PSA eredménye, és ez nagy mértékben segítette az ő gyógyulását, és jelenleg ott tartunk, hogy sem műtétre nincs szükség, évente jár orvosi ellenőrzésre, és mindent rendben találnak. Meséljen nekem egy kicsit az elmúlt 5 év tapasztalatáról, hiszen azt mondja, hogy 5 éve foglalkozik a búzafülé készítésével. Mi a tapasztalat, kik keresik elsősorban, tulajdonképpen mennyire fogadókészek az emberek ennek a terméknek az irányába? Újabban nagyon fogadó ki a fiatalok körébe érdekes módon, hogy megfordult. Eleinte olyanokkal találkoztam, amikor már kialakult a betegség, és akkor már egyre több onkológus, aki a természetgyógyászatnak a híve, ajánlja a betegeknek, pontosan az említett B17 vitamin. Van egy házi orvos, de nem tudom, hogy a nevét mondhatom-e, Szarka doktornak hívják, Vörös Marti utcában házi orvos, és ő nagyon nagy hív a természetgyógyászatnak. Az én szórólapomat saját kezüleg kinagyította, és ki van téve a rendelőjének az ajtajára is, ajánlja is a betegeinek. A másik csoport a fiatalok. Egyre egészségesebben szeretnének táplálkozni. Le van gyengülve a szervezet, fáradtak, kimerültek, és ez az immunrendszert erősíti. A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, B17 vitamin, mindenféle vitamin megtalálható benne. A vevőknek az 1 hét fogyasztás után az a tapasztalat, hogy életerősek. A másik pedig, ami a székrekedést megszünteti, tehát az immunrendszert erősíti, azt már említettem, a nyombélfekét gyógyítja, a gyulladás csökkentő hatása, és azt lehet mondani, hogy az embernek a lába ujjától a feje bogjáig nagyon hasznos. És azt is lehet mondani, ha jól értem a szavait, hogy nem csak a betegeknek ajánlja, hanem tulajdonképpen mindenkinek, tehát akár ilyen megelőző, preventív céllal is iható. Pontosan, ezért most már a fiatalok is rájöttek arra, hogy valamit kell az egészségükkel kezdeni, és bizony a megelőzés a betegség kialakulásának. Van olyan vevőm már több hónapon, azt mondta, hogy ő nem szeretne 60 éves korában egy beteg sánta nyomorék lenni, és ő már most elkezdte fogyasztani a búzafüllevet, és nagyon jótékony hatással van. Ha itt körbenézek az asztalán, akkor itt látom magát a búzát, a növényt becsomagolva, szépen kihajtva, látom búzacsírát is. Hogyan készül a búzafülé? Tehát ezt a folyamatot mondjuk el a hallgatóinak, amikor ide kerülhet az asztalra a vevők elé. Addig hosszú az út? Az út az nem hosszú, de több lépcsőből van, mert ez a elültetéstől 14 napon múlva már lehet levágni. Van kétféle módja, van a frissen préselt, akkor a vevőnek meg kell vennie a prést, a másik pedig, ami nagyon kényelmes, a lefagyasztott, tehát az gyors fagyasztással, a préselés után azonnal megy a fagyasztóba, és ez a legkényelmesebb, és ezt szeretik a vevők a legjobban, mert reggel éjgyomorra kivesz egy kockát, 2 kockát, ki maga dönti el, hogy mennyit fogyaszt, azt mondta az egyik hölgy, hogy egy fogmosásnyi idő alatt kiolvad, éjgyomorra elfogyaszt, a 20-30 perc után lehet étkezni, bármit, nincs mellékhatása, semmiféle, csak kifejezetten jótékony hatása van.
Mi a javasolt adag? Említette ezt a lefagyasztott kiskockát, ez milyen mennyiséget jelent? Ez nagyon-nagyon kicsi, 330 g a 28 kocka, ami körülbelül egy havi adag. Ha csak azt szeretné valaki, hogy az immunrendszere legyen erősebb, jól érezze magát, akkor garantáltan elég a napi egy kocka. Ha már a betegség kialakult, akkor 2-3 kocka is javasolt huzamosabb ideig. Látok itt az asztalon kis műanyag dobozkában búzacsírát is. Ennek a fogyasztása hogyan javasolt? A fogyasztása gyakorlatilag az salátákba. A búzacsirának a maga kis mag, ami minden megtalálható a magba, az az erőssége. A búzafűnek, a búzafűlének pedig a zöld szín a klorofil, ami miatt is gyakorlatilag hívják csodalének. Én arra emlékszem, hogy az én nagymamám az ágy alatt hajtatta a búzát, ilyen szép volt már neki is, mint az asztalon, aztán ledarálta, és abból lett a csiramálé. Ezt szerintem a mai fiatalok már lehet, hogy kevésbé ismerik, én még emlékszem az ízére is. Annak is van, vagy volt jótékony hatása? Nincs. Én ismerem a csiramálét, én is egyszer készítettem. Hihetetlen, hogy ebből a búzából egy olyan méz édes süteményt lehet készíteni, de én azt vallom, meg nem csak én, hanem mindenki azt vallja, hogy ha egy élő lényből már valamilyen feldolgozás alapján, tehát hő éri, akkor az már, annak már tápértéke nem marad. Az csak egy finom édesség. És itt a termelői napon mi a tapasztalat? Sokan keresik? Sokan érdeklődnek? Már most igen, már most a házaspár is, aki elment, évekkel ezelőtt fogyasztotta, és most gondoltak rá, hogy újra el kellene kezdeni, és ezért kerestek meg. Igen, egyre többen már most érdeklődnek, azért jövök ki minden hónapban, mert már keresnek a vevők. A Miskolci termelői napon most egy kozmetikus standhoz érkeztem, ahol minden saját készítésű, azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. A készítőtől, tulajdonostól egy rövid bemutatkozást hagy kérjek. Kis Ágnes vagyok, Bükszentkereszten élek a családommal, kozmetikusként dolgozom, és részben természetgyógyászatot tanulok, hogy a termékeimet még átfogóbban tudjam elkészíteni a vendégeim, meg a vásárlóim számára. És ha jól sejtem, előbb voltál kozmetikus, és utána készültek a saját termékek. Ennek mi a rövid története? Igen, először kozmetikusként dolgoztam, és engem mindig érdekelt, hogy a krémek, amiket használunk, miből vannak, mennyire egészségesek a bőrünk számára, és rájöttem, hogy sajnos nagyon nem, és úgy éreztem, hogy azt én magamra sem szívesen használnám, ezért a vendégeim számára sem, és akkor így én ezt elkezdtem ebbe beleásni magamat, tanulni, és akkor először krémeket készítettem, utána pedig a szappanokat is hozzávettem. Jól gondolom, hogy akkor ez egy nem egy műszak, ez egy 24 órás elfoglaltság, mert ugye el kell készíteni azokat a termékeket, amiket aztán a kozmetikában használsz. Így van. Azt mondom, hogy ez tulajdonképpen egy folyamat, mert először elképzelek egy receptet, azt ugye megpróbálom kikísérletezni, ugye az több hónapot igénybe vesz, mire mondjuk egy jó arckrémet el tudok készíteni, hogy az mind minőségre, állagra, mindennek megfeleljen. Mi volt az első, amit készítettél? Melyik volt az a termék? Emlékszel-e még? Igen, a levendulás arckrémem. És miért épp levendula? Bár a Bükszentkeresztet mondtad, hogy ott laktok, akkor ezt talán olyan nagyon nem is kell magyarázni. Az volt az első olyan gyógynövény, ami úgy gondolom, hogy nagyon sokan szeretnek, nagyon hatásos, egy egyszerű növény tulajdonképpen, és rengeteg mindenrel fel lehet használni. Jól tudom, hogy a különböző gyógynövényeket, amiket beforgatsz a termékekbe, azt meg is termeled jelentős részét? Jelentős részét, igen. Jelentős részét. Aztán utána sajnos már erre nem mindig van idő, de Bükszentkereszten rengetegen vannak, akik foglalkoznak hasonlókkal, és akkor ilyen kialakul ilyen cserekereskedelem. Hát megkapom a levendulát, én meg adok érte levendula aromavizet, és akkor így megy minden. És akkor ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy kvázi kiszaladsz a kiskertbe, leszeded a gyógynövényt be a kis műhelybe, és készülnek a kozmetikai szerek? Igen, hát nagyjából igen, igen. És mit szólnak mindehhez a hozzád érkező vendégek, hogy ez a tevékenység így átalakult, hiszen te magad is mondod, hogy felváltottad azokat a szereket, amelyeket te sem tartottál megfelelőnek, sem magad, sem a vendég köröd számára, és mit szóltak ehhez a váltáshoz, mi volt a vélemény, hogy fogadták?
Először úgy érzem, hogy idegenkedtek. Tehát nem tudták, hogy miről van szó. Nem mondjuk erre azt mondom, hogy ez 5 évvel ezelőttről beszélek, de már most annyira változik minden, és annyira nyitottak az emberek, hogy minél háziasabb, minél natur dolgokat vigyenek magukra, ugyanúgy a táplálkozásba is ugye már jobban odafigyelnek, mert ugye rengeteg probléma felmerül. Most már nagyon, tehát már most ki is hangsúlyozzák, hogy az az enyém, amit rájuk kenek, vagy de például a kozmetikámba, a gyógynövényekből ott helyszínen készítem el a pakolásokat is, amiket a vendégekre felviszek. Ez egy kicsit ilyen személyre szóló tanácsadás, és ismerve a bőrtípusát a vendégnek, hogy neked ez való, ebből a gyógynövényből készítek ilyen-olyan krémet, és ezt kenem az arcodra? Így van, így van. És akkor ezeket a gyógynövényeket nagyon jól lehet olajokkal kombinálni, agyagokkal, és ezek mind annyira természetes, és olyan gyönyörű eredményeket lehet elérni. És én mindig azt mondom a nőknek, hogy ezt le kell egyszerűsíteni, ezeket a szépítészeti dolgokat. Tehát egy jó masszás, egy szuper olajjal. Már aranyat ér, tehát gyönyörű tőle a bőr. Itt a standon nagyon sok terméket látunk. Bemutatnád őket röviden, hogy mi mindent árulsz? Igen, tehát az arckrémek közül van 3 féle arckrémem. Tulajdonképpen a fiataloktól egész az idősödő bőrig. Nagyon szeretem az argánolajat használni, az is nagyon jó tápláló arckrémet tudok belőle ugye készíteni. Nagyon szeretik a testápolóimat, tehát nagyon nagy százalékban kakaóvajat és avokádóolajat tartalmaznak, viszont vizes bázisúak, tehát egy nagyon jó hidratálást is ad, és azt tudom mondani, napozás után is nagyon jól nyugtatják a bőrtáplálja, tehát így nyáron is. Akkor nagyon kedvelik a szappanjaimat, azokat is különböző gyógynövényfőzetből készítem az alapokat, és akkor úgy rakom össze azt is bőrtípusnak megfelelően. Tehát mást adok egy patanásos bőrre, mást adok egy vízhiányos bőrre, tisztálkodáshoz is. Közben az jut eszembe, hogy azért ez egy nagyon munkás dolog, mint ahogy az előbb itt utaltam rá, hogy mondhatni, hogy ez egy 24 óra, illetve úgy fogalmaztál, hogy egy folyamatos tevékenység, szemben azzal a kozmetikussal, aki reggel 8-kor elkezd dolgozni, mondjuk délután 5-6-ig, de kész dolgokat dolgozik, és nem ő készíti azokat. Én úgy gondolom, hogy egyébként nagyon sok kozmetikusnak gondolkozni kellene. Tehát ugye, mikor kikeverünk ott egy rögtönzünk egy pakolást, akkor ugye tudni kell a hatóanyagokat használni, és tehát gondolkozni kell, tehát nem a polcról leveszek egy kész terméket, és akkor azt felviszem a vendég bőrére, hanem ugye itt ebben egy újdonságot is nyújtunk számukra, és annyira finomak ezek az illatok is. A gyógynövényeknek az a natúrfinom illata, vagy az illóolajoknak az illata, amit használunk, hogy ezzel szerintem egy igazi kikapcsolódás is az egész a lelkének is, meg a bőrének is. Meg azt gondolom, hogy ez a fajta tevékenység egy nagyfokú igényességről árulkodik részedről, meg mint aki nagyon odafigyel és szívén viseli a pácienseinek, a vendégkörének a sorsát tulajdonképpen, vagy az arcbőrét. Hát igen, igyekszem, hogy mindenki, tehát hogy jól is érezze magát, és elégedett legyen a utána való eredménnyel. És én mindenkit arra ösztönzök, hogy át kell állni ezeknek a natúrkészítményeknek a használatára. Tehát igenis ki kell onnan dobálni a felesleges dolgokat, ami rengeteg minden káros és kemikáliát tartalmaz. Nem kell ez a bőrünknek. A praxisodból emlékszel-e olyan esetre, hogy valaki úgy fordult hozzád, hogy nagyon panaszos volt, nagyon csúnya volt az arcbőre, és akár ezekkel a saját készítésű termékekkel sikerült azt nagyon szépen rendbehozni? Igen, viszont nem könnyű az embereket átállítani, tehát ugye ott vannak a reklámok mindenféle termékekkel, és elcsábulnak. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy hallgasson, és én adok neki olyat, ami neki jó, és még azt mondhatom, hogy árban is jobban jár ezeknek a termékeknek a használatával, és akkor viszont átütő eredményeket lehet elérni. És aki már egyszer elcsábul, az nálad marad? Igen. Tehát én azt mondom, hogy igen. Tehát utána már úgy gondolom, hogy vannak ilyen fanatikus vásárlóim, akik már ugye várják, hogy neki csak az kell. De ezt a bőre annyira megszokja, és annyira igényli ezeknek a finom dolgoknak a használatát, hogy utána, amikor mondjuk egy bolti krémszappannal kell kezet mosni, már nem jó érzés. És itt a termelői napon van-e érdeklődés, van-e fogadókészség ezekre a termékekre, mert más kozmetikus nem láttam ilyen termékekkel?
Igen, mert én úgy gondolom, tehát nekünk ez egy nagyon átfogó, tehát itt is műhelyel kell rendelkezni, amit az ANTS rendszeresen ellenőriz, a termékeket be kell vizsgáltatnom, tehát ennek van egy olyan háttere, ami nem egyszerű kivitelezni, tehát rengeteg energia, rengeteg pénz, rengeteg munka. És igazán, tehát nem egyszerű elkészíteni ezeket a minőségi házi kozmetikumokat. Azt mondtuk a beszélgetés elején, hogy találkoztunk mi már több alkalommal, és én már az édesanyjától is vásároltam, tehát tulajdonképpen átöröklődik ez a dolog, vagy kap segítséget, de neked lesz akinek átadni ezt a fajta tudást? Hát igen, mert a lányom is kozmetikus. Tehát, ez magáért beszél. Most ő dolgozik helyettem a kozmetikába. Tulajdonképpen egyre nyitottabb ő is erre, mint ugye fiatal lány, mindenféle újdonságra. A háttérmunkában részt vesz nekem, a segít. Még aktívan, még most kezd ő is erre nyitni, hogy ugye részt vegyen a krémek készítésében is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.